Sziasztok, ez itt a Hot Topic, én Bíró Dávid vagyok. Én pedig Szabó Krisz. És a mai napot a Bayern münchen kezdjük. Nagyon sokan szerettétek volna, hogy beszéljünk róluk a múlt héten. Talán jobb is, hogy egy kicsit elcsúsztattuk ezt egy héttel, ugyanis be is jelentették azt, amit addig mondjuk várni lehetett, hogy egyrészt flik egy Flick távozik, másrészt, hogy Julian Nagelsmann megérkezik. Jó bizniszek tűnik nagyon mindenféleképpen, még akkor is, hogy ez 25 millió euróba kerül majd a Bayernnek, különféle bónuszokkal együtt lesz az 25 millió. Most jelenleg 15 misit fognak kiperkálni a, 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 mondjuk a közvetlen riválisnak, szokás szerint. És ugye olvastam egy tök jó kommentet valahol, hogy megint igazoltunk egy fiatal valakit, hogy a kispadunkat koptassa. És ez egyébként, ez egyébként egy tök jó mondat de mégis jól, jó, jó jött össze, összességében szerintem ebből jól jött ki a Bayern. Még akkor is, hogy van egy ilyen érdekes statisztika, hogy, hogy, mennyivel a legmagasabb, a legmagasabb kifizetett összeg ez. A, a második helyen André Villás Boás áll, aki annó a Chelsea-be igazolt a Portobot, akkor 15 millió euróért, és harmadik pedig Brenda Rogers, aki pedig a celtic hagyta ott a Leszter kispadjára, az 10,5 millió euró volt. Szóval ez egy nagyon komolyan, komoly összeg, még akkor is, hogyha hozzászoktunk, hogy a játékosoknál jóval többet fizetnek ki. Szakvezetővér ilyen sok pénz még soha sehol nem fizetett egy klubnak senki. Sokat szakvezető, ez érdekes, hogy ezt a szót használtad, mert hogy amikor múlt héten beszéltünk volna erről a témáról, akkor valószínűleg felhoztuk volna azt, hogy ugye Flick távozik, és akkor még csak rebesgették, hogy már. mondjuk gyakorlatilag nyílt titokként használták, hogy már lesz az utódja. Flick pedig hát gyakorlatilag önmaga a kezébe vette a sorsa irányítását, és uh, kezdeményezte, hogy szerződést bontsanak. És hát ő is jelentette be, állítólag nem akkor, amikor megállapodott a vezetőivel arról, hogy mikor lesz a hivatalos bejelentés az ő távozásának. Hát eléggé uh, elég elmérgesedett ez a helyzet a Bayernnél, és ha egy kicsit talán még vitatkoznék is azzal, hogy jó bizniszt csinált, és most itt a biznisz szónak a jelentésével, mert most egy héttel így a Superkupa, vagy Superligának ugye a, az egész fordulata után bizniszről beszélni, úgyhogy most a Bayern megint megérkezett és kifizetett leperkát nagy cápaként, és bekebelezte az egyik riválisnak a, a vezető edzőjét. Szóval nekem egy kicsit visszás az a dolog, de ugyanakkor meg a, abban a szempontból viszont tényleg jól jöttek ki, hogy egy konfliktus sikerült úgy megoldani, hogy valószínűleg azért most egy kicsit el tudják odázni ezeket a hullámokat, amiket kavartak az elmúlt héten, mert Flick azért eléggé... Hát ilyen folytatásos teleregénybe ment bele Szali hamidzic ugye a klubnak a, a Bayernnek a sportigazgatójával, amit aztán a média meg csámcsogott, tehát imádott csüngeni ezen. Hetek óta másról sem beszéltek, mint az, hogy nem is beszéltek egymással, hogy egymással néztek a meccsek alatt miközben meg szinte egymás mellett ültek a kispadon, szóval elég De ez amúgy, ez amúgy milyen már, hogy, hogy, a szakmai igazgató ott ül állandóan a kispadon, tehát hogy én nem nagyon tudok olyan, mond, olyan topklubot beszámolni, topklubot, topklubot, beszámolni, ahol ott ül a szakmai igazgató a kispadon, és onnan néz, és onnan figyel. Tehát, hogy ez, ez ilyen, ezek tudod, hol fordulnak elő? Ilyen, Ázsiában ilyen nagyon-nagyon ilyen, ilyen komoly befektetővel rendelkező klubok, akik leülnek, és majd akkor ők mi tudjuk, hogy onnan van meg, meg. Tehát komolyan mondom, ilyet a top futballban <laughs> nem nagyon látni, hogy ott ül valaki a kispadon, és onnan így figyeli, hogy akkor hogy, hogy, hogy csinálja az edző a dolgokat. Úgy Azt tanálsz. hittem Mexikót fogod mondani, amikor már, tudod, mint Maradónának, amikor már egy trónt állítottak fel ott a kispadon, és akkor ott tényleg boldog-boldogtalan oda meheted. Hát eléggé elszúrt ezt a báján, és akkor csak a szakvezetői szóra visszatérve, ugye, Flicknek szerintem valószínűleg a másik ilyen motivációja a döntésében az lehetett, hogy az EBő után már tudjuk azt, hogy Joachim Lő vagy a német válogatott szövetségi kapitánya távozni fog. Most gyakorlatilag Flick amúgy is szerintem polpozícióból indult az ő utódlására, most aztán pláne. Tehát gyakorlatilag történik ott is egy ilyen staféta átadás, tehát neki kapóra jön ez a dolog. De ugyanakkor meg nehéz elmenni amellett, hogy a Bayern ezt mennyire elszúrta ennek az egésznek a menedzselését, ennek az egész ügynek a, a vitelét, mert Szerintem azért nagyon nem kontrollálták ezt a helyzetet. Vagy hogyha kontrollálták házon belül, akkor az nagyon hamar félresiklott, mert a, a hírek szerint, hogy idén februárban beszéltek erről először, hogy egyáltalán meg kellene oldani ezt a helyzetet, és hogy mindenkit leültessenek az asztalhoz, amikor már szerintem gyakorlatilag mindegy, mindegy volt. És Flick azért már a kinevezésekor is azért úgy kicsapta az asztalra azt a bizonyost, mert már szinte az elejétől fogva elmondta azt, hogy még talán egy, egy ilyen alapozás, vagy egy, egy edzőtáborozás alkalmával, hogy még erősítésre szorul, és hogy ez a csapat ez még mindig nem úgy néz ki, ahogyan szeretné. Ö, tehát akkor már volt egyfajta ilyen üzengetés Szani felé, és szerintem most idén meg annyira elmérgesedett a hel helyzet, hogy már ilyen kázusz belli lett abból, hogy Flick rendszeresen mondta az, hogy, hogy ez a csapat most rosszabb, mint tavaly volt, egyáltalán nem erősítették meg úgy, ahogyan azt ő szerette volna, tehát egy kicsit elmentő és individualistába, miközben valószínűleg a Bayernnél lévő vezetőségi átrendeződés az nem tudta kellően megfogni ezt a helyzetet, mert azért most a Bayernnél tudjuk azt, hogy a korszakos vezetői Rumelige, illetve hőnesz, azok most éppen átadják a helyüket, mind a, ketven, mind a ugye a 70-hez közelítenek, és ugye Herbert Heiner, illetve Oliver Kahn fogják átvenni az irányítást, Heiner ugye volt Adidas ügyvezető uh, igazgató, CEO-ja, tehát lehet, hogy ebben a tumultusban most éppen nem értek rá arra, hogy... Tehát egy kicsit most lehet, hogy mindenki tudik, körülnézett, és egymásra nézett, és azt mondta, hogy te figyelj, most akkor ebben, ebben ki járjon el. És ez a, ez a tipikus probléma, amit egyébként te is mondtál, hogy a kispadokon, hogy, hogy hogy van az, hogy a szakmai igazgató és az edző, azok nem beszélnek egymással, meg egyáltalán ott ülnek, de nincs kapcsolat köztük. Most valószínűleg szerintem ugyanannyira ludas ennek a helyzetnek a kialakításában a vezetőség is, aki aki lehet, hogy jobban el volt foglalva azzal, hogy ezeket az ügyeket vigye, mint az, hogy megoldja ezt a konfliktust, ami a két ember között kialakult. Itt a fő probléma az egyébként az igazolásokból fakad. Ugye Hansi fix szeretett volna egy vétójogot az igazolásokra, egy ilyen lehetőséget. Tehát nem azt akarta megmondani, hogy kit igazoljanak feltétlen, csak hogy kit vétózzunk meg. És ez ez higgyetek el, hogy ez sokkal fontosabb, mint, mint, azt gondoljátok, és itt muszáj Leroy Zanéra gondolni, és a bajnokok ligája kiesésről beszélni egy kicsit. nem tudom, hogy adásban beszéltük el, vagy, vagy a belső cseten belül ezt egy kicsit neked is mondom, Krisztof, de hogy, hogy, ott a BL, a Paris saint germain BL meccs utolsó pillanatában Leroy Zanének volt egy lehetősége ott a szélen. Azt hiszem, hogy Kristoff te egy képet, amikor egyértelmű döntés hozhatott volna, lett volna két jó passz opciója is, a legjobb nyilván Musziala lett volna, és Leroy Zané a lehető legrosszabb döntést hozta meg, kiesett a Bayern műntján. És Hansi Flick már a leigazolásának egy pillanata előtt mondta, hogy neki nincs szüksége erre a játékosra, és nyilván azért, mert nem jó döntéseket hoz. Nem a, nem a tudásával van baj, hanem a döntéshozatalával van baj ennek a játékosnak. És ugye ez csak, ez csak a jéghegy csúcsa. Egy csomó ilyen dolog történt, akár Boatengnek a szerződésének a meg nem hosszabbítása. Az, hogy a, a, a távozó játékosok helyett nem kapott senkit. Vagy amikor megígérték neki Kálo Hudson helyette meg kapott egy ilyen Douglas costa Látjuk a különbséget. Tehát, hogy nagyon komoly, nagyon komoly, problémák voltak ilyen tekintetben, és ennek a végén mondta az Hans Flick, hogy én idejöttem, leültem, és a bajból kiúztam a bájárt, megnyertem mindent, és itt van az a Szali Hamidzsic, aki meg beleszól a munkámba, nem úgy csinálja a dolgokat, lehet, hogy jobb döntés elmenni a Német szövetségi edzői pozícióra, ahol egyébként egész Németország jól járna ezzel, az ez nem is kérdés. Számomra az a, az a fontos kérdés, hogy mi lesz Nagász Ő mennyire fogja ezt tűrni, mennyire hagyja majd ezt. Tudjuk, hogy Nagász mondnak fontosabb a és egyébként örülök neki, hogy Nagász feljut a csúcsra, mert egy ilyen laptop edzőből lehet tényleg a világ egyik legjobb csapatának az edzője. Szóval ilyen szempontból örülök, de hogy ez a, ez, a, ez a probléma nem oldódott meg. És egyébként nem véletlenül Brazó ennek a csávónak a beceneve, ugye, ami ilyen kisöcsi gyakorlatilag. <laughs> és hát én, 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 ezt ér, én ezt érzem benne, hogy egész, egész életébe úgy hívták, hogy jól van kisöcsi, gyere. És lehet, hogy egy ilyen komplexusa van, hogy na, akkor én ott ülök a kispadon, és akkor megmutatom, hogy én is, én is fontos ember vagyok ennek az egész bályen projektnek. Ö, nem. Ugye, amikor őt kinevezték, már 17 óta ott van szakmai igazgatóként, ugye az ember helyére érkezett, és. Szokta, tehát akik ebben a konfliktusban flik oldalán állnak, azok ugye azt kérdezik, hogy De hát mit csinál neki mi a dolga, ő, ő mivel foglalkozik. És van a másik oldal, ami meg azt mondja, hogy, hogy ugye a Bayern az csak mindig egy intézmény, az, hogy az a filozófia, amit hőneszék, lefektettek az évek, az évtizedek alatt, az mindig arról szól, hogy senki sem nagyobb az intézménynél, ergo egy flik is bármikor eltávolítható, Uh, tehát valahol a kettő között is érdemes ezt szerintem megkeresni, mert uh, a, a, aki meg azt mondja, hogy Salihamidzic rakta le a tavaly gyakorlatilag mindent meggyerő Bayernnek az alapjait, azt szerintem ez, az is elég erősen torzít. Tehát én úgy, inkább úgy fogalmaznék, hogy inkább ő, alaki, vagy ő egészítette ki azt a vázat, azt a meglévő vázat, ami már adott volt a klubnál, és ami egyébként azok azokkal a kiegészítésekkel már szerintem egész jól működött, mert azért ott volt Neuer, Boateng, Alaba, Kimich, Müller, Lewandowski, ez már egy olyan tengely, ami azt tudod mondani, hogy oké, okay, minden, minden, egyes játékvonalon van egy, tényleg egy lídered, egy vezetőd, egy, meg egy alapvetően jó játékosod. És akkor, ami ott a Szári még van ő volt az, aki ugye nyílbe jutott a Goreckát, uh, Náprit is ő hozta el, és akkor jött ugye az ominózus Pavár, meg Hernández féle igazolások, coutinho is a, a kölcsönvétel is az ő nevéhez fűződik. Csak hát aztán a, a, az ő nehézsége szerintem abban volt, és ami szerintem valahol egy kicsit a, a báján struktúrájából is adódik, hogy a perifériára kiket tudsz elhozni. És ebből lettek ugye a konfliktusok is, hogy akkor most egy pavár mögé, kit hozol be jobb hátvédnek, és elhozta a bunaszárt. Hát <laughs> most komolyan mondom, ha... Hát ha a neve jellemzi mond... a teljesítményét, mondjuk így ha én légy lettem volna a falon azokon a tárgyalásokon, amikor arról beszélgettek, hogy figyelj, Bunaszárt hozzuk el, vagy valaki más, hát én addig zümmögtem volna ott, hogy, hogy ne vigyétek el, mert fölösleges, hogy, hogy tehát valószínűleg tehát nem, nem, volt egy, 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 értelmes opció, és szerintem Flick már csak amiatt is azt mondta, hogy Bunaszárt meg aztán még kevésbé fogja alkalmazni, hogy megmutathassa a Szali hogy tessék, ezt gondolom én a te igazolásodról. És hogy ugyanez szerintem Lewandowski-vel is a helyzet, hogy ott mögé hozták csupomotingot. Oké, lehet azt mondani, hogy csupomoting nem feltétlenül az az ember, akit egy Lewandowski mögé raksz, de hogy Lewandowski meg soha a büdös életben nem sérült. És most érted, egy kulcsfontosságú pillanatban, ugye a BL egy kritikus pontjánál lesérült, és azt mondod, hogy oké, kellene egy ember, aki legalább közelítőleg tud valami hatékonysággal helyzeteket belőni, mert a helyzetek ott lesznek, lásd a Paris saint elleni mérkőzésen. És hát az, hogy csupomoting volt ott, az, az, azért volt, mert valószínűleg nagyon kevesen akarják azt bevállalni, hogy Lewandowski mögött mondjuk évente szezononként 5 vagy 10 meccset kapjanak. És hát csupomotin volt az, aki ezt megtartotta. Tehát, hogy nem tudom, hogy. Tehát Száni Hamizicsnek is szerintem egyébként szűk a mozgástere az ilyen periférikus döntésekben. Az, hogy azon belül meddig tudott volna eljutni és jobb döntéseket hozni, hát ezt meg, ezt meg ugye nehéz belőni. Uh, de hogy, tehát, hogy Ezért gondolom azt, hogy visszatérve a felvetésedre, hogy ezt a belső harcot most szerintem megnyerte Száli Hamidzics flick szemben, annak ellenére, hogy Flick magától távozott, de alav, alav, ő inkább hőnesznek volt az embere, tehát inkább az ő megnyújtott jobb keze volt. Uh, de hogy most így a jelen helyzetet nézve, ha Nagelszman elbukik, tehát ha vele sem sikerül jó kapcsolatot ápolni, ha további is megmaradnak ezek a lövészárkok, akkor biztos vagyok benne, hogy a következő, aki ugrani fog, a Szalihámidzic lesz, és nem Nagelsmann. Aki most azért elég nagy ígéretekkel érkezik, hatalmas frissességet tud behozni ebbe az egészbe, akinek egyébként jó az ázsiója is az öltözőben, de mégis azért, azért ne, a lipse nem ugyanaz, mint a, mint a, Bayernnek az öltözője. A bizalmat azért az egy jelzi, hogy 2026-ig kap majd és ez egy öt éves, majdnem öt éves projekt. Ez a hosszú idő, és, és, egyébként itt a, a rotáció kapcsán azért Nagelszmont ismerjük, hogy ő azért szereti váltogatni, cserélgetni, nem csak, a, nem csak, az embereit, a felállásokat is, úgyhogy lehet, hogy mondjuk a periférián játszó játékosok több lehetőséget kapnak, és kevésbé lesznek mondjuk kihajtva azok a játékosok, akik mondjuk várhatóan többet játszanak a kezdőcsapatba. Ez egy nagyon érdekes, nagyon izgalmas projekt, én azt gondolom, taktikai szempontból is, nem csak a Bayern szurkolóknak, hogy én nagyon várom, hogy itt mit fog mutatni egyébként van ezen a kispadon. Lipcsében egyébként még kiegészítésként azért most ugye jönni fog a pénz, már csak amiatt is, hogy Upa Mekánot eladták, Konatét valószínűleg el fogják adni, Nagelszmannból is most lesz pénz. Kicsit azért sajnáltam Szoboszlai Dominikot is, hogy mégiscsak azért szerintem Nagelszmann alatt biztos, hogy garantálva volt neki a fejlődése. Most ugye arról beszélnek, hogy Jesse más, ugye a Salzburg vezetőedzője fog érkezni, ami gyakorlatilag egy házon belüli megoldás, hogy egyik zsebből a másikba átteszik a, ugyanazt az edzőt. De ugye szóba került még a Stuttgartnál Pellegrino Materazzo, parádés nevű edző, aki egyébként Nagelsmannnak volt a segédedzője még annak idején a Hoffenheimnél. Tehát pénz az lesz, de azért elég komoly döntéseket kell meghozni, meg újra kell építeniük most akár szervezeti szinten is, meg a, meg a keretbe is bele kell majd nyúlni. De hogy neked nincsen most egy olyan érzésed, hogy egy kicsit azért félteni kell Nagelsz mentettől az egésztől? az egész FC Hollywood jelenségtől, ami mindig jellemző a Bayernre, hogy ha kitör egy konfliktus, akkor az nem egy napig tart, hanem egy hétig arról fognak cikkezni. Meg az, hogy, meg az, hogy mégiscsak egy olyan edzőről van szó, aki, aki ugye a kisebb csapatokat vagy csapatokat is fel tud hozni egy bizonyos szintre. Az, hogy elképesztő mennyiségű visszajelzést ad a játékosainak, amit szerintem tök jól működik egy 18-19 éves játékosnál, vagy akár egy, egy, középcsapatnak a játékosánál, de itt most mégiscsak a világ legjobbjai közé fog besétálni. És hogy az, hogy ha túl sok ilyen konkrét megoldást ad a játékosoknak, ha túlságosan rámegy erre az automatizált játékra, ami most már szerintem nagyon kicsit már ilyen karikatúra szerűen van jelen most a Lipcsénél, hogy nincsen meg az a kockázat, hogy elmegy egy ebbe a Guardiola féle ilyen túledzettségi irányba, amikor tényleg azt érzed, hogy így már túl sok az, amit csinál, túl gondolja, túl sok variációt próbál meg találni, és a játékosok is már inkább összezavarodnak ettől a sok információ mennyiségtől, és nem az van, hogy, hogy oké, okay, egy irányvonal, és akkor azt csináljuk még akkor is, hogyha az tökéletlen. Fennállnak ezek a veszélyek, de szerintem Nagelsz van megérette arra, hogy megkapja a lehetőséget. Tehát, hogy ha, ha elbukik, akkor az, az Nagelsz akkor, akkor lehet, hogy a hype az följebb helyezi, mint ahova való tényleg. Nagelsz egy baromi jó edző egyébként, és most jön elő az, az hogy karakterileg is elég jó-e ahhoz, ami, mint amit ismerjük, hogy taktikai mindenféleképpen. És ez egy nagy kérdés lesz, de hát ha nem kapja soha lehetőséget, nem is derül ki róla igazán. Én nem úgy kevésbé féltem ettől a dologtól, sokkal inkább itt a belső párharcol tartok egyébként Nagelsz esetében. Uh -huh. Tehát azt látva, hogy a Szamár létrát hogyan járta ki, tel teljesen adja magát. Ez egy, egy futballmenedzser döntés, hogy ő most a Bayernbe kerül, de meg megkerülhetetlen, meg mégiscsak tehetség, vagy a generációjának az egyik legtehetségesebb edzője. Uh, én, én ezektől az aspektusokból féltem, aspektusoktól féltem egy kicsit, hogy milyen lesz az a Bayern öltöző, az elején valószínűleg nagyon, nagyon dinamikusan fog ez alakulni, de amikor majd jönnek ezek a kritikus pillanatok, akkor hogy ott megtalálja a helyes arányt ezekben, e ez ezt, majd, érdekes lesz látni, hogy hogyan fog alakulni önálló. nála. Mai második témánk a Tatanem Hotspur. Hát és Józsi Out megtörtént itt az Everton meccs után, egy nagyon-nagyon rossz mérkőzés volt, ahol mondjuk nem kapott ki a Tatanem, de mégiscsak nagyon rossz meccs volt. Hát is egy Ryan mézön nevű fiatal srác kapott most lehetőséget két mérkőzésre. Az első meccsét megnyerte a, a Szaton ellen, a másik meccsen meg kikapott a, a, Liga Kupa döntőben egyébként a City ellen. Én egyébként nem láttam semmi olyan újat a Ryan mason amire azt tudnám mondani, hogy új isten, micsoda újításokat hozott, bár két meccs nagyon-nagyon kicsi minta, nagyon-nagyon rövid minta, amit viszont én szerintem mindenféleképpen meg kellett hozni, az pedig az, hogy Jose mourinho hát el kell távolítani erről a kispadról hogy miért most? Hát, ez egy másik kérdés, lehet, hogy megvártam volna egyébként Daniel Lévi helyett a szezon végét. Fene tudja, ez az döntés született, igazából értem is, meg nem is feltétlenül értem az időpontot. Ez óriási volt egyébként. Tehát, ugye, vas, még múlt hét vasárnap délután, este. Délután már nagyon terjedtek a plegykák, hogy akkor van ez a Superliga. Uh -huh. Este pedig ugye jöttek a hivatalos közlemények a Real Madrid részéről, a több klub részéről is kitették. És, és hétfő, hétfő délelőtt, amikor tényleg azt érezted, hogy felgyulladt az internet, akkor hirtelen Murinyót kirúgták. Uh -huh. <laughs> erről nekem ezt kitvíteltem, de hogy ezt egy, egy gyorsan elmesérem, hogy nekem erről eszembe jutott a meg nem történt eseményeknek az emlékműve. Ami, ami New Yorkban egy, azt hiszem, a Brooklyn-hídnek a lábánál található három elefánt van rajta, és arról szól, azokról az eset, ilyen történelmi eseményekről szól, amikre ugye a kollektív emlékezet nem emlékszik, mert hogy akkor történtek, amikor egy történelmi fontosságú esemény éppen zajlott párhuzamosan. És ez Erdnek az egyik ilyen markáns példája, az 1929-es nagy gazdasági világválság, amikor mindenki arra figyelt, hogy most összeomlott a tőzsde, és hogy úristen, mi fog történni, és közben a New Yorki talán állatkertből kiszabadultak elefántok, akik átmentek ott a Brooklyn hídon, és akkor mindenféle baleseteket okoztak. És hogy effektíve ugye nincs, nincs emlékezet róla, vagy nincsen híradás róla, mert mással foglalkoztak. És hogy is egy kicsit ezt éreztem, hogy, hogy szegény. Tehát, tehát hogy minden jel erre mutatott, meg a, a két héttel ezelőtti hot topicban ezzel is foglalkoztunk, hogy most már nagyon érik az ő hogy ö, nem tudta megújítani magát se a csapatát, nem tudta beváltani azokat az ígéreteket, amiket fűztek hozzá, akkor, amikor megérkezett a Tatanemhez, és hogy kicsit ez a Pochettino utáni építkezésnek az utolsó cseppjeit próbálták meg itt kifacsarni belőle, ezt, ezt nem sikerült meglépni, és ö, hát az, hogy miért pont most, igen, egy, egyes kon konteók szerint az volt, hogy Daniel Levy, mivel lejutotta a Superligának a, a díjét, és, és beállt ugye a sorba, lehet, hogy azzal számolt, hogy oké, okay, akkor azt a lelépési pénzt azt úgy is megkapom majd abból a többletből, amit abból kapok, hogy, hogy a Superligának a tagjai vagyunk. Úgyhogy, úgy, De hát nem ez volt a... a legjobb, nem ez volt a legjobb konté, hanem az, hogy hogy José Mourinho megtagadta az edzéstartást ugye a Superliga miatt, amiről persze kiderült, oh, hogy óriási kamu, de hát én, nekem ez volt a kedvencem egyébként, és még egy kicsit erről a meg nem történt eseményekről ka kapcsolatban, hát azért csinált az Instagramjára egy ilyen felvétel, hogy nézzétek meg, hát, hát nem hagynak élni, hát ki nem hagynak én, és van ott öt ember, érted? Tehát, <laughs> úgy... Miközben így pakolta a dobozokat így a, a csomagtartójába, igen. <gül> <gül> Úgyhogy, hát ö... ja, maga a mérkőzés, ugye a Liga Kupa döntő előtt, hát szerintem se volt ez szerencsés, ö, sokkal jobban jött volna ez ki, hogyha legalább ezt a döntőt megkapja, és akkor utána valahogyan... Normálisabban be tudják ezt jelenteni. Hát kínosan egy oldalú volt ez a mérkőzés. Tehát végig a Manchester City dominált, még annak ellenére is, hogy szerintem egy kicsit hiányzott az élesség belőlük. De hát a Tatánem az Expected Goals modell alapján valami négy század gólig jutott. Jimmy keregernek van egy, egy videója, ami most ke kering, ahogy gyakorlatilag 7 percen keresztül ekézi a Tatánemnek a labda kihozatalát és az arra mutat rá, hogy annak ellenére, hogy látszott a játék elképzelés, hogy mi a terv, hogy hogyan, hogyan zárják le a belső területeket, és hogy, hogy feladták gyakorlatilag a saját folyosóit a nél azért, mert úgy gondolkodtak, hogy mivel a City két hamis essel játszott, akik nagyon sokat léptek vissza, ezért nem baj az, hogyha szélekre terelik a játékot, mert ha jön egy beadás, akkor úgyse, úgyse fog érkezni egy olyan ember, aki jó fejpárbajban, tehát hogy az még mindig könnyebben levédekezhető. És ugye ez a Citynél az ugye De Bruyne volt meg Foden, akik hamis 9 est játszottak, és és hát szóval ezt a mérlegelést párhuzamba állította azzal, hogy közben mennyire gyávák voltak a játékosok, hogy sosem merték meglépni a, 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 a bátrabb döntést, hogy alig mertek előrefele játszani, hanem mindig az volt, hogy visszafordultak, és akkor a biztos paszt választották. És hogy azért ebben volt egy kis trademark Zsozé is, mert, mert azért ahogyan beszéltünk ugye a legutóbbi adásnál is, hogy, az a fajta defenzív szemlélet, meg az a fajta reaktív uh, játékfelfogás, ami őt jellemezte, és amit átültetett a, 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 a Tatenem játékára, az most már azért szépen így, így, így beült, így gyökeret vetett gyakorlatilag. És hát amikor olvasod az olyan cikkeket, hogy, hogy Mourinho, hogy is hívták, hogy szagda, of the culture of the club, tehát hogy kiszívta a kultúrát a klubból, azért ez megint, megint ráerősít arra, hogy, hogy ő megérkezik, teljesen a saját képére festi a csapatokat, és aztán úgy hagyja ott őket, hogy akkor megint lehet újraépítkezni, és lehet, lehet új horizontok felé nézni. Nagyon fontos, ahogyan hogyan továbbról beszélni, hogy itt fel is írtuk egyébként, mert kulcsfontosságú lesz az, hogy kitültetnek levezető edzőnek itt a, itt a, a kispadra. Nagelsmann szerették volna nagyon sok, tehát nem szurkolók, láttam ilyen posztokat is, ilyen posztokat, hogy hát sajnos van nem minket választott. Nem is nagyon értettem volna ezt a választást Nagesma részéről. Nyilván Allegrit azonnal leültetik bárhova. Tehát ahol üresedés van, Allegrit az azonnal kispadra ültetik abban a, abban, a csapatban. De hogy... Olaszországban. De, <laughs> de, hallottam, hogy vagy... láttam dolgot is. Egyébként én, nem tudom, tehát hogy lehet, lehet, hogy jobb lenne egyébként tényleg egy ilyen, egy ilyen szerű felépítés szempontjából előhúzni egy edzőt mondjuk Scott Parkert a fulham például egy ilyen jó, jó döntés lenne szerintem. Itt, itt uh, viszont a játékos keret az valószínűleg hát változni fog. Szonnak az a sírása a, a Liga Kupa döntőnél, azt hiszem borzasztó árulkodó volt, akinek nem halad a szerződés hosszabbítása, bármennyire is szereti ezt a klubot. Utolsó, valószínűleg utolsó nagy szerződés előtt áll, lehet, hogy ezt már nem a tátán fogja megkötni. Harry Kane, a világ egyik legjobb csatára ki. Csináltunk is egy top 10 róla a hétvégén, a másik helyezetként hoztuk ki. De az, hogy neki nincsen egyszerűen trófeája, trófeája az, az, egészen, az egészen döbbenetes. És ezt, ezt, lehet, hogy nem fogja tovább bírni. És hogyha nincs, nincs, egy olyan koncepció, ami, mellett, ami mentén így azt mondja, azt mondja Daniel Lévy, hogy most letettük a koncepciót, és elindulunk ebbe az irányba, és figyelj Kane, maradjál még itt, mert hogy ez baromi jó lesz, akkor se látom, hogy a Tatanem játékos kerete az, tudna vetekedni a, Premier League címért. Látjuk, hogy Liga, kupát, liga kupát elbukták, esetleg az FA kupát. Egyáltalán indul a -e jövőre egyik a nemzetközi kupában a Tatánán. A konferencia liga tűnik esetleg leginkább elérhetőnek, vagy az Európa Liga. A bajnokok ligája is nincsen nagyon-nagyon messze pontszámügyileg, de a csapatok játékát látva nagyon messze, nagyon tűnik a Tatánánnek ez, a, ez az opció. Úgyhogy itt azért, azért nagyon sok minden el fog dőlni. Sokan mondják azt egyébként a Spurs hogy de majd, hogyha az eb az angol válogatott Harry kane mondjuk győzelemre jutna, akkor Harry Kane megnyugodna, mert hogy van neki egy fontos trófája. Én az ebben nem vagyok annyira biztos. <laughs> hát ugye Kane és Son 27 és 28 évesek. Tehát valószínűleg, ha valamikor át kell gondolniuk a karrierük további részét, az most van és hogyha nekik van feljebb lépési lehetőségük, ha van egy olyan klub, amit tényleg bejelentkezik értük, és amit ambiciózusabb terveket tud letenni eléjük, mint egy nem, akkor azért a jelenlegi helyzetet tekintve talán most kell ezt meglépniük. De ugye még egyelőre szerződés köti őket, tehát hogy ha bármelyikük is elmegy, azért valószínűleg pénz fog állni a házhoz. Hát Lévinek pedig, hát a Livinek eléggé sokat kell most visszalapátolnia, amiatt is, mert elég komolyan kapott az arcába amiatt a szuperligás kiállás miatt, amit egyáltalán nem egyeztetett le ugye a szurkolókkal, ami, 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 az összes többi klubvezetőre is egyaránt érvényes volt. De ugyanakkor meg vitathatatlan az, hogy irgalmatnunk feltornázta az elmúlt 20 évben a klubnak az értékét, új stadion, új edzőközpont, infrastruktúrába investált, nyilván egy keretet is fel tudott építeni, jó edző személyi döntéseket tudott meghozni, akkor, amikor Pochettino elhozta, és akkor lett egy ilyen öt éves terv. De hát ez az együttállás, ez minthogy a tetőzött volna kb. akkor, amikor BL döntőt játszottak, és hát Pochettino is azért úgy kongatta a vészharangot akkor, amikor azt mondta, hogy, hogy azért itt, 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 még sürgősen kellene erősíteni, mert már egy, a térdeinken sétálunk, annyira elkoptunk és ez képes, ugye, könnyebb volt meglépni azt, hogy pochettino küldte el, mint az, hogy most a keretbe fektessen be. Hát most ezeket a terveket kell újra húzaloznia. Úgyhogy igen, nagyjából ezekre a fő tengely emberekre tud építeni, amiket te is elmondtál. Meg hát, hogy ki tud-e ki tud szórni más játékosak, mint mondjuk Dele állít például, aki már szerintem inkább ilyen, nem is tudom, ilyen koncként csüng egy kicsit ezen a klubban. Uh, hát nagy kérdés. Még akartam egy olyat kérdezni, hogy Zsózénak szerinted mi lesz a következő klubja? Mert tudom, hogy neked van egy elméleted ott a Premier league belül. Én mondtam ezt a Wolverhampton dolgot egyébként. Tudom, hogy, tudom, hogy az, az az ellenérv, hogy de hát ő nem képes felépíteni a játékosokat. Lehet, hogy meg tudják győzni. Na. Amúgy meg a Portugál válogatott az, ami még marad neki egyébként. Tehát nagyjából, nagyjából ez, a, ez, a, két opció, ami, ami szerintem José Mourinho-nak lehet még a következő pályafutása lépése nem tudom elképzelni, hogy ő elmenne egy, egy Premier league középcsapathoz, egy, mit tudom, egy, egy Laliga középcsapathoz, egy Serie A középcsapathoz, Én nem nagyon tudom elképzelni más helyeken, csak, csak itt. Én nagyon mosolyognék azért, hogyha mondjuk egy Inter kikötne, főleg most, hogy azért Conte, alatt azért már így érzed, hogy már füstöl a, a pajta, tudod, hogy már itt bármikor le fog ez égni, tudod. De a Wolverhamptonra nekem még mindig az az elméletem, hogy Viás Boás lesz a következő. Egész egyszerűen azért, mert neki is megvannak a kapcsolatai ott a portugál klánnal. Szerintem a Marseille-től való támozása az is ezt irányozta elő. Mert akkor meg úgy nézett ki, hogy, hogy Espirito Santo alatt ugye nagyon rezeg a kispad. Lehet, hogy el fogják küldeni nem ment annyira jól a szeker a, a csapatnak, és szerintem Viás is lehet, hogy akkor érezte azt, hogy, oké, ha most tudok ugrani, akkor az valószínűleg oda, fog, tehát, hogy oda fogok tudni majd menni. Uh, ennek ellenére ugye a klubnál ezt nem lépték meg, Viás most szabad, de én még mindig azt gondolom, hogy ő lesz az egyik ilyen potens ügyfél, amikor arról van szó, hogy ki vegye át az utolás majd a Wolverhamptonnál. Na és a mai harmadik témánkban szerettük volna összefoglalni a Superliga esetén, hogy akkor ténylegesen mi történt, hogy történt, és miért történt. Hát győzött a futball, igaz? Nem, nem igaz. Az igazság, hogy nem, nem a futball nyert. De a szurkolók kiharcolták ezt, igaz? Hát ez se igaz. De volt egyébként tüntetés, és igazából a szurkolók nem szerették volna ezt az egészet. Mi miatt csődölt be ez az egész? Értehetően ez nem volt egy komoly koncepció. Szerintem ez az egésznek az oka, hogy ez nem egy átgondolt dolog volt, hanem tulajdonképpen az derült ki az itt a Superliga kapcsán, hogy a, a szuperklubok vezetői szuper alkalmatlanok egyébként arra, amit csinálnak. <laughs> uh, Perez ugye kiállt uh, egy sajtótájékoztatóra, Perez, ahol... Perez. Hát úgy, úgy beszélt ott, hogy ha, ha, ha nem hangzott el az, hogy oké, okay, boomer, akkor, akkor ezt senki nem lőtt el, de hogy úgy beszélt a fiatalokról, úgy beszélt a fogyasztási szokásokról, úgy beszélt erről a sportágról, mint hogyha tényleg arról lenne szó, hogy, hogy itt a foci az, ami elavult, és mi vagyunk itt a megmentők, mi a Superliga kezdeményezők, és ettől lesz majd újra nemes és, és vonzó a mi sportunk, miközben az, tehát gyakorlatilag minden érve vagy nem ült, vagy nem volt teljesen kibontva. Egyáltalán nem volt kifejtve az, hogy ez a Superliga az hogyan működne, milyen, milyen uh, kieséses feljutási rendszer lenne, uh, hogyan lenne ez az egész menedzselve. Az, hogy a szurkolói bolykott az, az elég kemény fokozatba lépett, azt én, én egyébként azt üdvözöltem, mert szerintem ezt kellett tenniük. Ki kellett menni az utcára és ki kellett menni tüntetni, de szerintem látókörűség lenne azt mondani, hogy miattuk hasalt el a dolog. Mert a klubok eddig is szerintem nagyon magas volt tettek arra, hogy a bérletes az mi miatt háborog, mert gyakorlatilag a döntéshozatalnál már nem a bérletes a fő döntéshozó, vagy nem a, nem a kritikus pont a, a bérletes, hanem az, akiből még nagyobb pénz lesz az, hogy a távoli piacokra is el lehet jutni, és ott is megvegyék a mi mezünket, majd ott is eladjuk majd a tévé jogokat. És szerintem, ahogyan ezt látták más szereplők is, más érintettek is, mint például a tévétársaságok, amiknél szinte, szinte biztosak benne, hogy ott is lehet, hogy kihátráltak az egész mögül, szponzorok, és az, hogy valószínűleg az, hogy egy ilyen államközi dádá is, annak az árnya is megjelent, mint például az, hogy Boris Johnson ugye azt mondta, hogy ugye az angol miniszterelnökről van szó, ő is azt mondta, hogy egy ilyen törvényhozási bombát akarnak lejteni az egészre hogy megállítsa a terveket. Tehát szerintem ezeknek az együttes hatása volt az, ami miatt az többi is azt gondolták, hogy oké, okay, akkor táncoljunk csak vissza. Szóval nekem az a bajom ezzel az epilógussal, hogy pont ugyanott vagyunk, ahol két héttel ezelőtt. Tehát egy kicsit ez a Napoleon technika, a tárgyalás technikában tudod, hogy ez a, vagy elfogadod a vereséget, vagy egytől egyik lemészárolok minden családot a falutban, és felgyújtok minden házat. Tehát hogy kicsit ez a, ez a fajta mechanizmus van, hogy itt volt ez a Superliga, ez, ez, de ha nem fogadod el, oké, akkor még mindig el tudjuk fogadni ezt az új BL formátumot, ami, tehát oké, kihátráltak a szuperligából, tök jó arcvesztéssel jár, némi szankció majd lesz utána, de hogy ez az új BL formátum még mindig az elitnek az érdekeit szolgálja. Ez a úgynevezett svájci modell, erről is beszélgettünk egy korábbi adásunkban. Gyakorlatilag több lesz, több lesz a csapat, több BL meccset fognak játszani 2024-től, az elején 6 forduló helyett ma lesz 10, egy fordulóban nem 16 meccs lesz, hanem 18, tehát elő, és ráadásul előnyben fogják részesíteni azokat a historikusan jól szereplő klubokat egy koeficiens alapján, ami megint csak a nagyobbaknak kedvez azoknak, akik rendszeresen tudnak játszani a BL-ben. Pénzügyi szabályozásról még mindig továbbra sincs szó, tehát most, hogy Covid van, leginkább ezt lehetne mondani, hogy, de hogy, hogy lyukakat kell kipótolni, tehát hogy valószínűleg még inkább lazítani fognak ezeken, még több befektetőt vagy hitelezőt fognak beengedni. Az, hogy a FFP vagy a Financial Fair Play nem működött, hát eddig is, most is lazítottak a szabályokon. Uh, tehát nekem az UEFA-nak is nagyon furcsa ez az, ez az egész uh, ilyen hozzáállása ehhez az egészhez. Nincs, tehát a, ez az egész piramis továbbra is el lesz nyújtva, ez az, az egyenlőtlenségeket nem látom, hogy mivel akarják majd felszámolni idővel, nincsen semmiféle ilyen esélykiegyenlítési mechanizmus, nincs egy fizetési plafon, érted, egy Arsene Wenger, aki szívemhez, szívemhez azért elég közel áll, és aki azért konnyit a futballgazdasághoz, és talán a leg legszocialistább felfogású klubvezetők vagy menedzsereknek az egyike, még ő sem akar fizetési plafont. Ő azt mondja, hogy neki elég egy százalékot meghatározni a bevétel arányában, és akkor az mehet a fizukra. Mert mondván, hogy úgyis inflálódik a piac, akkor most miért ne lehetne fizetni többet a bérekre, ha, ha úgyis is meg tudod teremteni magadnak azt a bevételt? Tehát ne, nem, nem látom azt, hogy hogy lesz ez a méltányosság, ez, ez jobban a kicsik felé tolva. Az UEFA is egyre nagyobb szeretet adott a gazdagoknak. Az, hogy televíziós díleknél egy kicsit többet oszt vissza a kicsiknek, az, az inkább csak filléreket jelent a nagy összeghez képest. Úgyhogy, úgyhogy uh, én, nem, én nem vagyok optimista ebből a szempontból. Most valószínűleg sokan belelátnak egy ilyen tisztítótüzet, hogy akkor most fejed, fejek hullottak, bizonyos kluboknál bizonyos emberek elmentek, de ettől még, még a rendszer nem fog megváltozni. Abszolút nem. Ugye 2024-től elfogadták ezt az új BL formátumot. Nézzétek vissza, hogy pontosan miről szól az egyik korábbi adásunkban. A kérdés az, hogy kibírják-e 2024-ig ezek a klubok? És ez nagyon fontos kérdés, mert egyáltalán nem egyszerű azt mondani el, hogy persze simán. Lehet azt mondani, hogy, hogy ezek a klubok csak azért kerültek oda, mert felelőtlenül gazdálkodtak. Vannak klubok, akik felelőtlenebbül gazdálkodtak, mint a többiek, ők nagyobb bajban vannak, de nem csak ez okozza a problémát. Ez egyébként egy, egy ilyen bónusz problémát okoz, de nem csak ez a fő probléma. Ami számomra aggasztó, az az UEFA is mondjuk Cseferinnek a kommunikációja. Ezekkel a, hát akkor most akkor nyilván lesznek következmények, és az a hat klub, aki először kilépett, azok kevésbé, a következő három az pláne, de ha akik még mindig, a, tehát a Real Madrid, a Juventus és a Barcelona, azok aztán olyat kapnak, hogy nyulat fognak, ezzel szerintem az UEFA egy kicsit a saját fejére fogja borítani a bilit, szerintem, mert hogy ez, egy, ez is egyébként lehet, hogy szurkolói dolgok, szurkolói hogy is mondjam, negativitást fog kiváltani az UEFA felé. És ö, egyébként az egész UEFA, meg így nem kezelte jól ezt az egész Superliga intézkedést. Ugye folyamatosan a terrorról, meg, meg ilyesmiről beszélgettek. Hozzá kell tennem egyébként, hogy az UEFA szempontjából, ö, mondjuk nem egy, nem egy ilyen korrekt üzleti partnernek tűnnek. Ezt, ezt, is, ezt is el kell fogadni, és ezt is, ezt is alá kell írni. De hogy a, a futball miért nem menekült meg, Egyrészt a szurkolói felfogásról is érdemes beszélni. Ha azt szeretnénk, ha azt szeretnénk, hogy a futball győzzön, akkor nem kívánhatunk semmelyik klub szurkolói részéről azt, hogy Hallandot, meg Bappét, vagy Vagy, és, mindegy, mi van odaírva, akkor nem kívánhatunk ilyeneket. Akkor nem mondhatjuk azt, hogy jó, akkor vegyük meg még ezt a játékost, meg azt a játékost, meg ezt a játékost, hanem akkor, ha azt szeretnénk, hogy a futball győzzön, Szerintem egyébként viszonylag kevesen vannak így, akik tényleg azt akarják, hogy a futball győzzon, akkor nem lehet neki, nem lehet ilyen összeget elkölteni. Akkor nem lehet ilyen pénzeket. Egész egyszerűen azért, mert gazdasági válság van a futballban is. És ez kihat arra is, egyszerűen nincs több pénz, nincs több beáramló összeg. Ahhoz, hogy a futball megmeneküljön, vagy inkább azt mondom, ahhoz, hogy a futball olyan maradjon, mint most, mint ahogy ismertük mondjuk az előző évekig, ahhoz új forrásokat kell találni, ahonnan pénzt tudnak szerezni a klubok. És nem csak a legnagyobbak, a közepes klubok is, meg a legkisebbek is. És, és, és hogy erre az UEFA-nál nem látom azt a procedúrát, amivel megoldódnak. Mert az az kis megoldás, az nem is teljesen megoldás. Akkor lesz több meccs, akkor lesz több meccs, és akkor jobb lesz. Ez, 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 ez semmi. Ez semmi. És hát, és lesz több meccs? 2023 három év múlva. Hát hol van még az? Igen, az, az UEFA felelőssége abban van, hogy elég gyenge korlátokat szabott a leggazdagabbak előtt, hogy ne tehessenek meg bármit, amit akarnak. Mert hogy amikor megjelentek ezek a nagy befektetők, még a 2000-es évek elején, közepén, végén, azt mondták, hogy miért ne vehetnék meg ezt a fociklubot, Hát az ő pénzük, hát hadd tegyék meg. És hát ezt csinálta Abramovics, ezt csinálta az összes amerikai nagy tőkés, aki aztán felvásárolta a Manchester United-et, az Arsenal-t, a, a Liverpoolt, ezt csinálták a Petrodollár szereplők a Manchester City-vel vagy akár a PSG-vel, akik aztán utána, oké, okay, sztárokat vettek, szürkállományt vettek, felújították az infrastruktúrát, felhúzták a klubot oda, a saját klubjukat oda, ahol éppen vannak. Csak hogy ezzel meg ugye lett egy szápával több a táplálékláncban. És hogy még azt sem lehet mondani egyébként, hogy ezek a klubok annyira pocsék vezényelték volna ezt az egészet. Mert a klubjaik mégiscsak sikeresebbek, mint valaha de hogy az UEFA felelőssége abban van, hogy akarva akaratlanul is ezzel előidézi a mezőny szétnyúlását, és hogy ahhoz, hogy, hogy, ez mégis egy mederben tudjon terelődni, és egy mederben maradni, ahhoz meg sokkal drasztikusabb döntésekre lenne szükség, az önmagában nem elég, hogy nem engedtük a szuperligának a bevezetését. Azért mindent összevetve szerintem azért van egy klub, ahol így pesgőt pukkantottak szerintem így itt az elmúlt héten, még pedig a Manchester United, ahol Woodward bejelentette, hogy a szezon végén akkor ő megy, és ez, a, ez nem jelenti azt, hogy jön a koncepció, hogy lesz megoldás, de hogy megy, ez egy lehetőség arra, hogy a Manchester Unitedből ismét rendes csapat legyen. És esküszöm, hogy nagyon szurkolok a Unitednek, hogy legyen valami rendes elnöke, aki egy rendes szakmai koncepciót bevezet, és egy rendes pocit látunk majd a Manchester-től. Nagyjából ennyi pozitív tudok kihozni. <laughs> <laughs> hát az az érdekes, igen, hogy ironikus módon, amennyit követelték tól hogy végre alkossa már meg ezt a head of football nevű pozíciót, és hogy végre legyen már egy igazi szakmai igazgatója a klubnak, aki érti, hogy mi az a biznis, és Woodward dal ellentétben nem egy nem egy, üzleti, nem egy üzletember, nem egy, ö, nem egy pénzügyi szakember, nem egy marketinges, hanem egy olyan, aki tényleg ismeri, érti és vágja a klubot és a focit. Hát most lehet, hogy ironikus módon azzal tudják ezt megteremteni, hogy Woodward elment, ö, és valahogyan ástruktúrálják a klubot. Ö, érdekes módon pont, az a, tehát pont most érződik valamifajta harmónia a klubnál, ami azért nem, nem egyenlő a sikerrel hogy, hogy rég, mint hogyha most egy kicsit jobban tudnának együttműködni a klubon belül, mind a vezetőséggel, mind, mind a, több, a társzalat szakterületekkel, mint a vezető scoutokkal, akik, akik még a Ferguson időkből is ott voltak. És hogy egy ilyen helyzetben megy el Woodward, akinek ugye nagy kérdés lesz, hogy ki lesz az utódja. Most kettő ember gyakorlatilag az ő személyes köréből indul jó eséllyel, az egyik az Richard Arnold, aki most az ügyvezető igazgató volt, vagy ott van Matt Judge, aki meg ugye a pénzügyi fejes, a, a fő tárgyaló partner volt uh, ott a Unitednél, a cégnél. Úgyhogy nagy kérdés az, hogy, hogy fogják és egy az egybe átemelik, és az ő pozíciát töltik be, vagy átstruktúrálják a szakterületeket, és akkor végre lesz ott egy head of football, akár egy Rio Ferdinand, Darren Fletcher, Patri én imádnám, ha Patrice Evra lenne. Én ezért drukkolok nekik, hogy Patrice Evra legyen a head of football. Hát ezt meglátjuk, majd mindenképpen foglalkozunk ezzel, amint vannak ezzel, ezzel kapcsolatban információink. Mindenesetre azt megköszönjük, hogyha feliratkoztak a csatornánkra, és a kommenteket várjuk egyébként az összes mai témánkkal kapcsolatban. További szép estét kívánok mindenkinek, jövő találkozunk. Sziasztok! Sziasztok!